Ha-hó! Az István a király rockopera szerzői, Szörényi Levente és Bródi János Magyarország legnépszerűbb szerzőpárosa. Azért ne feledkezzünk meg Boldizsár Miklósról sem. Pityu, igazad van, mint mindig, hiszen Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján íródott ugyanis a mű. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem a ma este két díszvendégét, Bródi Jánost és Szörényi Leventét. Azt hiszem, hogy róluk aztán mindent tudunk. Aki véletlenül nem, az pedig googlizza ki. Viszont amit most fogok mesélni, az biztosan nem hallottátok még. 60-as évek. Levente nagymamája Franciaországban élt, és egy bundát küldött haza Leventének, ami kiderült, hogy dollárkötegeket rejtett magában. Őrület. Ebből vette Levente az első gitárját. Mentsetek meg, hálás leszek, míg csak élek, üldöz engem, s én úgy félek, át ha vár most rám a bolondság. Kérem szépen, mindörökké illés. Ebben a színes gatyában pedig Bródi János láthattátok, a szerzőpáros másik tagját. Mit szólsz, Pityu, milyen ez a gatya? Jó színes, mi? Hát igen. Pedig abban az időben, képzeljétek el, még a hatóságok a hosszú hajat sem nézték jó szemmel. Na, kinyomja meg a csengőt mindenki, aki feliratkozott. Szevasztok!